Ezek azok a szépségei a munkának, amely egy idő után zenévé válik. Hiszen egy olyan ritmus tud az ember diktálni, mert na akkor hogy néz ki ez egy ilyen asztal, amikor az ember még derékhadában van, és mindig vallottam, hogy ha egy mód van rá, legalább 3 munka legyen egyszerre terítéken. Mert ez hogy néz ki a mi szakmánkban? Ami vonalzó alá kerül, azok a rajzi utasítások mennek ki az építkezésre, és abból épül a ház. Ami egyel fölötte van, az már előre haladott, de kézi munka. Távlati rajzok, kis rajzok olyanok, amelyek már sejtetik a véget. Az kerül később a kereső szerkesztésbe. És annak a rajznak a szélén jönnek azok a pontok, pont-pont, veszőcske, kész a fejecske, a lejegyzett kottái egy jövőbeni háznak. És ez, amikor ebbe a vonalzó zenébe elfáradtál, vagy tele van a fejed, akkor átnyúlsz a másikra, vagy átnyúlsz a harmadikra. Születik a terv. A terv elrepül egy helyszínre, ott köszön mindenkinek, tehát ezzel próbál odavalóvá válni, hogy a ház odavaló, és sehova máshová. Ezért a mi szakmánk egyszeri és megismételhetetlen. Mindig köszön az érkező terv, majd házzá emelkedve a szomszédoknak. És ez a terv vagy igazodik, vagy irányt mutat. Az is egy igazodás. Egy iránymutatás, vagy az abszolút igazodás. Ezt le kell rajzolnom, mert ez egy ház lesz, akkor van neki egy kávébirtokában lévő megbízó, majd van egy környezet. Itt vágyak vannak, ez meg egy valóság. Ebben a környezetben vannak házak, tehát kultúra van, emberek vannak, van eső, szél, évszakok, természet. Ő tudja a dolgát, és azt is tudja, mennyi pénze van. Azt is tudja, hogy ide szeretne, de erről valami keveset tud. És a mi dolgunk az, hogy a nem beszédes környezetet összes titkával együtt megfejtsük, és a megbízó javára, de az ő felvilágosításával föltárjuk azokat az értékeket is, amelyekről nem is tud. Tehát a mi kötelességünk, szakmai kötelesség, hogy azokat a kincseket, amiről a megbízó nem tud a megbízás pillanatában, az két kézzel felkínáljuk neki. Ez az a szellemi többlet, aminek nincs ára, megfizethetetlen.